És zárásként visszatérünk ahhoz, hogy őrizzük az egészségünket, azaz egészségünkre, mondjuk ezt Tiborral immár hétről hétre, évek óta. Így és van. Még soha nem eleget. Tudnélik, kapok én hideget, meleget, hogy egy kicsit rímeljek is. Az ügyből kifolyólag, hogy általában arról beszélünk, hogy a problémákat hogyan oldjuk meg. Pedig van egy állati jó megoldás. Ne legyen probléma. Jó, hát ezt könnyű mondani, de annyi minden történik az emberrel az életben, a stressz folyamatos hatása, és még annyi minden más, amiről már ugye az előbbiekben is beszéltünk, hogy könnyű azt mondani, hogy előzzük meg, de hogyan? És a mai témánk bizony nagyon kemény téma. Igen. Én külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat a kedves nézőket, akik hétről hétre vendégeink itt a Tea Glória klubban, hogy úgy mondjam, nem is stúdióban, mert őnekik már ismétlés lesz, amit hallanak, de kérem, ne menjenek el, mert lehet, hogy most új megközelítésben végre olyat tudok mondani, amitől ön is elfogadja a természet törvényét, mely szerint a problémákat megelőzni mindig könnyebb, mint orvosolni, jóvá tenni. Tehát a megelőzés, a prevenció, amit annyiszor hallottunk már, és annyiszor elmondták elődeim, de megpróbálom most egy picit másképpen, egy kicsit egyszerűbben elmagyarázni. Uh-huh. Daganatról beszélünk most is, hiszen ez a mai műsorunk címe, de mitől is alakul ki a daganat? Miért kerül az ember ilyen emberhez méltatlan helyzetbe, hogy ilyen gyilkos kór felüsse a fejét? Én, aztán mindenki más mond, én azt mondom, hogy négy alapvető oka van, velem lehet alkotni, tehát három vagy négy alapvető oka van. Az első és legfontosabb az, hogy a szervezetünket nem takarítjuk ki. Tehát úgy tessék elképzelni, hogy azt a nem tudom hány éves tetszik lenni, lehet, hogy már elmúlt 18, akkor abban a 18-88 évben mennyi szmögyi került be a szervezetébe, nem mondom el. Ezt már unosuntalanul elmondtam. A kitakarítás módját is, és aki nem tudja, kérem, kérdezzen, bármikor fölveszi a telefont reggel 9-től este 9-ig, az ingyenes szolgáltatás rendelkezésére áll. Hívjon, válaszolok. Kettő. Az antioxidánsok bevitele. Erről is volt, mindenről volt már szó, de most így egyben még soha. Tehát a kitakarítás azért, hogy nehogy elsavasodjon a szervezetünk, az emésztő traktusunk, mert a daganatnak sajátossága, hogy lugos környezetben nem tud kialakulni. Tehát, hogyha olyan zöldségeket elsősorban, gyümölcsöket és olyan élelmiszereket eszünk, ami lugosít, az már eleve csillagos ötös. De ha olyanokat, ami savasít, és inkább ezeket sorom fel, mert talán ezt jobb megjegyezni, akkor viszont ne csodálkozzunk, ha először kialakul egy irritábilis bélszindróma, aztán egy ilyen fekélyesedési hajlam, aztán egy reflux, amikor már a torokban lüktet vagy mar időnként a sav. Ilyenkor már tényleg orvoshoz kell fordulni, vagy nagyon jó természettudorhoz, aki ezt az elsavasodást gyorsan le tudja szedni, mert az elsavasodás, még egyszer mondom, nem csak fekélyek és szenvedés, hanem ha van meleg ágya a daganatnak, akkor az egyike az, hogy az elsavasodás folyamatában be tud kapcsolódni a kenszer. Csak hogy megnyugodjunk, tehát visszafordítható folyamat? Minden visszafordítható. Uh-huh. Könyörgöm, tessék már elhinni, ami a természetben elromolhat, arra a természetnek van természetes gyógyírja. Csak tudni kell, hogy mit, miből, mennyit, mikor, hogyan, miért. Tessék kérdezni, ezért vagyunk. Tehát, első kitakarítás, ezzel a savasodás meggátlása. Második, antioxidánsok bevitele. Mi az antioxidáns? Borzalmas egyszerű példát mondok. A vas mit csinál, ha sokat ázik? Rozsdásodik. Bingo. Mit csinál a szervezetünk, ha sokat, sok oxidálódás történik? Aztán majd mondom, hogy mitől van az oxidáció.
rozsdásodik, tehát pusztul. Úgy is mondhatnám, hogyha poénkodni akarnék, hogyha sok antioxidánst visz be, késlelteti az öregedést. Mégis erről tényleg sokat beszéltünk, hogy mennyire szükséges az antioxidáns. Ennél evidensebb dolog számomra, de remélem most már önöknek is, te a nézőknek, tudják, hogy antioxidáns bevitele életbe, a szószoros értelme életbe vágóan fontos. Milyen antioxidánsokról tudunk? Hát ugye mindenféle étkekben vannak, de leginkább az olyan gyümölcsökben, aminek nagyon sötét a színe. Tehát a flavonoidok, antociánok és ilyenek mellett az antioxidáns értéket, amit ORAC számmal mérünk, tehát az ORAC, O-R-C, O-R-A-C, az a mértékegység az antioxidánsnak. Most tessék belegondolni, hogy az almának, amikor mondjuk szeptemberben megérik, leveszi a fáról, az antioxidáns értéke 120 ORAC érték. Tavasszal, ha még megmarad az az alma, akkor szinte nulla lesz ez az ORAC érték, hiszen elbomlik. Az erős antioxidáns értékű gyümölcsöknek, mint például az áfonya, fekete ribizli, fekete szeder, bodza, ezek ilyen 1400-1700 ORAC érték között mozognak. A gránátalmának már 10-12 ezer, ugye többféle, minimum kétféle gránátalma van, ennek ilyen 10-12 ezer, egyeseknek még talán több is, de hát sokkal több. Viszont a mangosztán gyümölcsnek 22 ezer ORAC érték, tessék elképzelni. Na most nyilvánvaló, hogy egy ilyen bomba mindenképpen jó tesz a szervezetnek. Amiben ez mondjuk mind benne van? Amiben ez mind benne van. Az még finom is. És nagyon finom, így ahogy tetszik mondani. Tehát ez a antioxidáns gyümölcs komplex, koktél, ez rendelkezésünkre áll. És én nem mondok többet, csak azt, hogy naponta egy ilyen 3 cent fél deci környékit tessék megspendírozni magának, és állítom, hogy idegrendszer, pihentségi fok, energiaszint mellett az öregedés is lassul. Na most aztán egyszer majd beszélünk kifejezetten az öregedés gátlásról, egyszer már beszéltünk, igen, de annak a második felétvel tartozom, mert megígértem, hogy még van jó néhány olyan dolog, amivel szószoros értelemben meg tudja hosszabbítani az életét. Tehát antioxidáns volt a második, ami rettenetesen fontos, és a daganat szempontjából miért? Mert attól függően, hogy milyen stádiumban van a kialakulása, ott is meg tudja állítani egyrészt a daganat növekedését, másrészt az áttételeződését. És ez megint életbevágóan fontos. A harmadik a gyulladás. A szervezetünk állandó gyulladásban van. Hála Istennek egyre többen hallottak már arról, hogy elektroszmog. Csak egyetlen egy kérésem van, hogy nehogy úgy keressék az elektroszmogot, hogy ott ilyen sötét, gomolygó felhőkben van az elektroszmog. Nem. Itt a stúdióban nagyon nagy elektroszmog van. Most a nézők sokat hallottak róla, ja, mert előtted akkor egy pár blokkal értem. Pont ez volt a fő témánk. Hát sajnos én még nem láttam, de majd meg fogom nézni, mert rendkívül érdekel. Annál is inkább, mint az egyik államvizsgám az a elektroszmogból, tehát a bioenergetikából, annak egy területe az elektroszmog volt, és én Gyűrűsi Józseftől és másoktól nagyon sokat tanultam, de lényeg, hogy rettenetesen fontos tudni, hogy gyulladás van mindenkinek a szervezetében, képzeljék az enyémbe is. Én nekem is. Ugyanúgy jönnek a gyulladások, csak hogy. Én ahogy jön, úgy tovább zavarom. Hát nehogy már itt maradjon nálam. Mert a gyulladás az ugye, mint tudjuk, különböző negatív dolgokat gerjeszt, most mondjam az urkusz, tehát ha például az emésztőrendszerben van, akkor ezek a úgynevezett fekélyek, leggyilkosabb a patkóbélfekély, stb. Tehát lényeg, hogy a gyulladások ellen nagyon jó természetes anyag, a minőségi,
propolis. A minőségi azt jelenti, hogy tisztított. Én tudják nagyon sokan rólam, hogy én igen, igen tisztelem, szeretem a méhészeket, és főleg a magyar embereket, meg a magyar termékeket. Használhatók, kell is használni őket, de ha baj van, akkor azért ez a tisztított propolis az az elsődleges. Mert ezzel a gyulladásokat meg lehet szüntetni, és a daganattal úgy kerül ez összefüggésbe, hogy ugye egy ilyen állapotban egy legyengült, mert a gyulladás az azt jelenti, hogy az önvédekező mechanizmusunk nem enged, nem tudja meggátolni, hogy a gyulladás kialakuljon. Ez azt is feltételezi, sőt bizonyítja, hogy az immunrendszerünk nem működik teljesen jól. Viszont sokat kell dolgozni a szervezetünknek, hogy mindezzel szemben mégiscsak megállja a helyét. És nem csak, hogy a szervezetünknek dolgozni, hanem bizonyos anyagok szükségesek ahhoz, hogy a szervezetünk ezeknek az anyagoknak a segítségével a gyulladást saját maga megszüntesse. Na most az a szerencsénk, hogy van immunrendszerünk, mert ez a gyulladásokat meggátolja, hiszen ön is, meg én is látszólag egészségesek vagyunk. Akkor van baj, hogyha ez az immunrendszer legyengül, és nincs, ami a gyulladásoknak gátat szabjon. Ilyenkor van a legnépszerűbb, vagy legismertebb a tüdőgyulladás, mellhártya, és a többi, de a bélgyulladás, az agyverőgyulladás, a legkülönbözőbb gyulladások, mert a szervezetünk az önvédekező, öngyógyító mechanizmusát nem tudja megvalósítani. Ezért én nagyon nagyos szeretettel ajánlanám azt a propolis tablettát, amely hihetetlenül jó minőségű. Így aztán a hatóanyag tartalma is óriási, és én naponta csak egyet szopogatok el, az kb. 20 percig tart. Előtte lehet enni, inni, utána ne egyen egy órán keresztül, hogy a perisztaltikus mozgással a bélfalra lerakódott propolis ki tudja fejteni a tevékenységét. Tehát lassan. Tulajdonképpen lassan. Az a jó benne, Az a jó, igen. Uh-huh. Mert hogy ha rögtön lenyelem, akkor ott egy területen elkezd jól dolgozni. Na de hát útközben is van munkája, pontosan. Sőt, hát hányszor a szájunkba is. Na most mindig a szájunkba, mert ha ez egy külön téma, szájhigiénia is lehet egy jövő heti témánk, fogászattal együtt, hogy mindenkinek a szája az egyik legszennyezettebb területe. Tehát tele van baktériumokkal, vírusokkal, meg egyéb nyavajákkal, úgyhogy nem csak a fogrontó manókra gondolok, hanem effektív a nyelvre rátapadva, amit szintén egyébként fogkefével szépen le lehet tisztítani, és kell is. Lényeg, hogy ezeket a gyulladásokat az egész szervezetbe a propolisszal meg tudjuk szüntetni. Ha időben, akkor még akár egy tüdőgyuszit is, de hát ahhoz azért más is kell. Tehát ez a harmadik. És a negyedik, amire nem is szoktunk gondolni, a stressz. Az a stressz, amikor nem jön a taxi. Az a stressz, amikor felbosszant valaki, és mi ezt fölvesszük. Tehát a második része a fontos a dolognak, hogy fölvesszük. Ne vegye fel. Ne érdekeljen. Én nekem is néha eldurran az agyam, de akkor már nagy baj van. Mert hogy ha magába folyt minden idegességet, akkor a szervezetünk egy ideig tűri, átalakítja, rendezi, de egyszer csak robban. Most az a kérdés, hogy úgy robban, hogy az asztalon, vagy repül a mobiltelefon, vagy egyáltalán levezeti, vagy a továbbiakban is emészti önt. Ez az önemésztés megint csak a szervezet leépülését, tönkretételét idézi elő, és hát Seje professzornak nagyon-nagyon igaza volt, ugye tudják, hogy ő definiálta a stresszt tulajdonképpen a múlt század elején, tehát 1900-as évek elején, ő egyébként Komáromban élt, még a történelmi Magyarországon, és úgy definiálta, hogy a stressz az idegrendszer védelmi faktorainak felborulása, tehát gyakorlatilag
amikor az önkontrollunkat megviselik, és mi ezt nem tudjuk kellőképpen tolerálni. Márpedig mai világban mind a négynek ki vagyunk téve, és akkor ne csodálkozzunk, hogy akár csak kettő is ki tudja hozni. Hát arról meg már végképp nem beszélve, hogy a táplálkozásunkban, hogy miket viszünk be, de hát ezt már az elején mondtam, ugye? Így van. Akkor összefoglalva tulajdonképpen sok teendője van magának, önöknek, nekem, tehát mindenkinek, aki egészségesen szeretne élni. Ezt a négyet, ha elvileg betartjuk, jól kombináljuk, vagy ha valami baj van, ugye a gyulladásokat próbáljuk folyamatosan csökkenteni, akkor lehetőség szerint megelőzzük a kialakulást, vagy a kicsi bajt, nem tesszük még nagyobbá. Tehát például, hogyha valaki megkeres engem, és az antioxidánsokról akar olyat kapni, ami a táplálkozás mellett még könnyűszerrel bevihető, ez van tabletta formában is, és folyadék formában is. Ez egyik jobb, mint a másik. A idegrendszerre is vannak stresszoldó gyógyteják, stresszoldó tabletták, hogy csak egyet mondjak, például a mépempő, félelmetesen jó, úgynevezett letojom tabletta, amely tényleg elveszi az embernek azt a ugrok mindenre. Feszült vagyok, ideges vagyok. Nem szabad. És vannak emberek, akiknek kifejezetten az egész életstílusuk. És ne csodálkozzanak, hogy sokkal rövidebb életet fognak élni. Sajnálom őket, de csak ők tehetnek arról, hogy nem változtatnak stílust. Na most, még tudnánk beszélni, és nagyon sok tanácsot kéne adni. Én kérem, hogy van az Aloe Egészségklubunk. Ingyenes. Tibor várja önöket, akár e-mailbe, akár személyesen, hogyha úgy gondolják, kérdezzenek, hiszen mindenkinek van egy pici, hogy de nálam az úgy van. Hát ez az, amit ugye személyesen lehet Tibornál elmondani, de még van egy percünk, amire valami nagyon jót szeretnék mondani, pontosan ennek az egészségklubnak a kapcsán. Ugye Tiborral nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy most 24-én egy fantasztikus születésnapot ünneplünk, a 100 tagú cigányzenekarét, és erre most mi szeretnénk önöket egy különleges módon meghívni. Hát mondod, te vagy mondja? Elmondom. Mondjad. Köszönöm szépen. Tudnélik, talán nem kell mondanom, hogy 8-9 év után szinte családtag, és nagyon sok családtaggal találkozom. Hát a család tagjait illik külön meghívni. Tehát egyszer szeretettel várom 24-én a MOM kulturális központba önöket, és most már elmondhatom, hogy igen, én is énekelek, méghozzá nem is akármi gyönyörűségeket, amit a 100 tagúval biztos, hogy nem hallottak még, nem csak a hazámat, másokat is, tehát legyen meglepetés. És nagyszerű énekes kollégáim, hát a zene virtuózairól nem is beszélve, de önöknek, de tényleg csak önöknek az a meglepetésem, hogyha eljön, akkor a második jegyre a Te a Glória Klub és az én vendégeim. Tehát mondhatom azt, hogy legyenek vendégeink, hiszen ez egy soha vissza nem térő alkalom, és aki Pesten van és nem megy máshova, ígérem, hogy jól fogja érezni magát. Glória az egyik műsorvezető, mondjam a többi neveket? Hát nagyon-nagyon gyorsan, de úgyse tudunk. A TV főnökasszonya Power Lilla. Csodálatos dalokat énekel a 100 tagú élén. Bordás Cecília, aki Németországban élő, nagyszerű énekesnő szintén, és hát Erdélyi Klaudia, aki a Duna TV erőssége, a Kívánságkosárnak a műsorvezetője, szerkesztője, és a Dankó Rádió műsorvezető szerkesztője. Mi fogunk énekelni, és remélem, hogyha eljönnek, az egyik vendég a mi vendégünk, úgyhogy várom szeretettel önöket. Köszönjük szépen, Tibornak. De bocsánat, muszáj kimondanom, hogy de akkor kapják meg a második jegyet ingyen, hogyha megmondják, hogy a Te a Glória Klubból kérjük a jegyet. De nem csak a klubtagok kapják, mindenki, aki ezt most hallotta, hivatkozzanak rám. Ezzel a jó hírrel zárjuk akkor most műsorunkat. Tényleg legyenek a vendégeink, és talán még utána, a műsor után tudunk egy kicsit összefoglalni.
futni és beszélgetni egy pár szót, amennyiben megvárják a végén a művészeket. Mai adásunkba ennyi fért, kövessenek minket a Facebookon, nézzék meg honlapunkat, illetve a hatos csatorna honlapját, és természetesen bármilyen kérdéssel, hozzászólással az élő műsor telefonszámon várjuk az önök hívását, 0629 340 330. Hívjanak bátran, jövő héten pedig új műsorral jelentkezem.